Komplex turizmusfejlesztés zajlik Nagykállóban. A járás központ strandjának mindhárom medencetere megújult, a gépészeti rendszereket felújították, és a költséghatékony üzemeltetés érdekében napelemrendszert szereltek fel. Ez egy konzorciumban benyújtott pályázat, a Nagykállói Zsidó hitközséggel együttműködve nyújtottuk be, és lényegében ez a fürdőfejlesztés volt az önkormányzat elsődleges feladata, és már most így javában ugye benne vagyunk, és a végéhez közeledünk, elmondhatom, hogy egy évtizedes problémáról beszéltünk, és eddig nem volt ilyen komplex lehetőség a újragondolásra. Talán legjobban elmerülve a projektbe tud ez megmutatkozni. Ugye itt energetikai korszerűsítés, ugye napelemek kerültek elhelyezésre, gépészet megújult, és ami a legfontosabb, hogy a medencék burkolatai megújultak, és ezáltal egy fenntarthatóbb a kisváros számára is üzemeltethető fürdőt kapunk. A polgármester hozzátette, a napstrand napi befogadó képessége még nem érte el a maximumot, de jövőre erre is lehetősége lesz a településnek. A város célja, hogy egy fenntartható, a helyi igényeket kielégítő strandot hozzanak létre. A konzorcium részeként a Csoda Rabbiként ismert Taub Ejzik Izsák sírhelye is megújul. A Csoda Rabbi sírja vonatkozásában pedig arról szeretnék beszámolni, hogy több ezer látogatót vonz, mint nemzetközi turistát, mint a hazai turizmusból ide látogató vendégeket a Csoda Rabbi sírja. Itt egy látogatóbarát fejlesztés, egy akadálymentesítés valósul meg, a biztonságos megközelítettség érdekében egy gyalogátkelő hely alakul ki, illetve a mostani látogatóközpontban valósul meg egy interaktív fejlesztés. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen javult a város turisztikai vonzereje.